A debreceni bajnokihoz képest két változás, ugye Tokmak Nguyen, illetőleg a védelemben Miha Blažić került be a csapatba. Vannak változatlanul sérült játékosok, mint Spirovski, Otigba. A Puskás Akadémia egyetlen egy helyen változtatott az Újpest elleni vereséghez képest. Eltiltása után Varga József ismét a kezdőcsapatban, Balog Balázs a kispados. Nagyon kockázatos passz volt Blažićtól, de bejött, Lovrencsics indít, Petriák, bent középütt Szignyevics várja a labdát, Szignyevics gólhelyzetben, és Hegedűs véd. Ez még jó lehet. Radó lábán, és Dubusz. Nagyon nagy védés. Petriák. Jó labdaszerzés, Petriák. Petriák még visszagurít, ott a gólhelyzet, Sigér, eltalálja Nguyent, és Hegedűs ráfekszik a labdára most már végképp. Mi több, még Sigér bele is rúgott egy kicsit, talán a kezét is eltalálván a labdába. Lovrencsics. Szignyevics. Jól fejeli le, Petriák. Petriák még, Nguyen helyet csinál neki, Petriák. És felpattan a labda, de nem megy be. Sigér tette meg mindezt. Itt Hegedűs Lajos lábán fölpörög a labda, és kimegy oldalra. Végül az alapvonalon túlra, szögletre. Lovrencsics megint a jobb oldalon, egyből középre, és elmegy mindenki mellett. Petriák még vissza. Itt ér vissza Hegedűs. Petriák lőtt kapufát. Heister. Lepattan ez is, Petriák. Petriák, ő is lőni fog. Hegedűs üti ki, és aztán bepattan a labda Sigérről. Deles. Nem adja meg a játékvezető a gólt, szabadrúgás kifelé. Azonnal jelezte a partjelző, hogy a lövés pillanatában sigérlesen volt. De ez tévedés. Ez nagy tévedés. Mert ez nem volt les. Sigér. Gorjerán kap labdát. Gorjerán tolja meg. Hegedűs Lajosról kijön, Heister, másodszor is Hegedűs Lajos, Gorjerán, és ott a lehetőség, Petriák elesik, nincs 11-es, de van, 11-es van. Na nézzük. ...47. perc vége, Gorjerán büntetője. És a kapuban a büntető. 1-0 a Ferencváros javára. A lövés erős, és valahogy bejut a kapuba, már pedig ez a legfontosabb most hazai szempontból. Petriák. Varga hagyta ott jó érzékkel a lábát, Gorjerán. Szignyevics. Nagyszerűen tovább, Gorjerán, Petriák, ez jó játék, Nguyen középütt, Sigér a túloldalon, megpattan a labda, és bepattan a labda! És bepattant a labda, gól! Petriák így a gólszerző. A ferencvárosiak is és az égiek is azt akarták, hogy itt gólok szülessenek. Petriák megy el, megpattan egy lábon, bokros lábán, és bent a labda teljes terjedelmével. Hát csak nem könyveljük el ezt megint szegény bokoros öngóljának, de Hegedűs Lajost becsapta az, hogy hozzáért a hátvéd, ez kétségtelen. Gorjerán. Jól fordul. Megvitte a sűrűbe, szabadrugás. És egy újabb sárga lap. Elég eseménydús, 10 percen vagyunk túl.
Szolnoki kaptárságát. Itt késett el Szolnoki. Varga. Bokros. Lovrencsics, Sigér. Lovrencsics. Guem. Gól! 3-0, talán beadásra számított Hegedűs Lajos. Egy szépen végigvitt, tulajdonképpen kontratámadás, hiszen egy labdaszerzést követően, és Tokmagen Guem megszerzi első gólját. Szignyevics is és Sigér is kísérte a támadást. Egy szép lövés a rövid sarokban, nem erre számított a kapus. Lovrencsicsi a gólpassz. Eszter. Szabadrúgás. És Szolnoki kap egy sárgát. Csak hogy neki. Ellenőrzi a játékvezető, hogy volt-e. Volt. Itt Szolnoki kiáll. Csonka tolja meg. Sigér, Petriák, Csonka. Petriák, még ki tudja tenni oldalra. Szignyevics. Szignyevics. Csonka, visszagurít Szignyevics, és megvan a gólja neki is. Hihetetlen feszültség szabadul fel a fehér orosz játékosból is. Szignyevics előkészít, Csonka még inkább, és aztán Szignyevics ezt már berúgja. 4-0, és úgy 4-0, hogy Lanzafáme és Böde egy percet nem játszik ma. Most sem veti szét az öröm Rebrovot, de nyilván az eredménnyel és a látottakkal is elégedett. Talán most lehet a legelégedettebb. Blazsics. Vége a mérkőzésnek. Végül is hozza a papírformát, hiszen 4-0-ra legyőzi a Puskás Akadémiát gól nélküli első fél időt követően, amikor egy meg nem adott gól volt, meg jó néhány helyzet. A Puskás támadójátékban nagyon keveset nyújtott, a második fél idő elején pedig egy 11-es, majd egy éles szögből elért Petriák gól megtörte az ellenfelet. A Ferencváros talán a Rebrov érában most játszott a legjobban, az viszont nem vitás, hogy most játszott a legeredményesebben, hiszen 4 gólt is szerzett, méghozzá úgy, hogy a korábbi magyar gólkirályai, Davide Lanzafáme vagy éppen Böde Dániel nem lépett pályára.